Köszöntöm nézőinket! Jászfényszarói hírmagazinunk áprilisi adásával jelentkezünk. Műsorunkban felidézzük az elmúlt hetek legfontosabb városi eseményeiről készült tudósításainkat, előjáróban most ezekből egy kis ízelítő. Nemzeti ünnepünk tiszteletére a Petőfi szobornál szerveztek ünnepséget Jászfényszarón március 15-én. Befejezéséhez közeledik az a szemléletformáló program, amely a klímaváltozás életünkre gyakorolt hatásait tárta fel Jászfényszarón. Bemutatták a Városközpont közösségi fejlesztésének 2022-es terveit. Nemzeti ünnepünk tiszteletére a Petőfi szobornál szerveztek ünnepséget Jászfényszarón március 15-én. Az 1848-49-es forradalmi eseményekre és a szabadságharc történéseire közösen emlékeztek a város lakói. A történelmi zászlók bevonulását követően Klippánkat a diákpolgármester köszöntötte a március 15-i megemlékezés részvevőit Jászfényszarón. Nemzeti himnuszunk után helyi hagyomány szerint egy jászfényszarói fiatal, ez alkalommal Kotán Csenge vegyészmérnök hallgató kapott lehetőséget, hogy ünnepi gondolatait megossza a résztvevőkkel. Egy csapat fiatal, Petőfi Sándor, Nyári Pál és Jókai Mor vezetésével márciusi ifjak néven a Pilvax kávéházból indulva magával sodorta Budán és Pesten az embereket, és történelmet írt. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek a napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben. Írta Petőfi Sándor visszaemlékezésében. A hazánk történelmét átalakító dicsőséges forradalmi napok eseményeinek felidézése mellett hozzátette, hogy büszkén emlékezhetünk arra a napra, amikor tízezrek álltak ki Magyarországon az elnyomással szemben a nemzet szabadságáért. Számomra március 15-e a gyönyörű népviseleteket, a néptáncot, népzenét, a nemzeti színeket, gyönyörű gondolatokat és a szabadságot jelenti. Be kell vallanom, hogy az elmúlt években nem volt olyan ünnepség, amit ne hatódtam volna meg, hiszen ezek az ünnepek lehetőséget teremtenek arra, hogy érezzük egy kisebb közösséghez, a szülővárosunkhoz, és az egész országban egyszerre zajló megemlékezések révén a nemzethez való tartozásunkat. Az ünnepi beszédet követően a megemlékezők, kicsik és nagyok, idősek és fiatalok közösen helyezték el a tisztelet koszorúit a Petőfi szobor talapzatánál. A jászfényszarújak közösen vonultak át a Petőfi Sándor művelődési házba, ahol Klippánkat a diákpolgármester, az Iglice hagyományőrző táncegyüttes csoportjai, valamint a 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai közreműködésével mutatták be ünnepi műsorukat a város fiataljai. Dr. Kertész Otto, a jászsági választókerület közös ellenzéki jelöltje Jászfényszarón tartott lakossági fórumot március elején. A kampányrendezvény vendége dr. Magyar György, az igazságügyi reformért felelős szakmai kabinet vezetője volt. Jászfényszarón tartott fórumot az Egységben Magyarországért Pártszövetség március 4-én. Dr. Kertész Otto képviselőjelölt vendége dr. Magyar György, az ellenzéki koalíció igazságügyi reformért felelős szakmai kabinetjének vezetője volt. A rendezvény házigazdájaként pedig dr. Szekeres Imre, korábbi országgyűlési képviselő, illetve korábbi honvédelmi miniszter köszöntötte a résztvevőket. Véleménye szerint a Fidesz kormány az elmúlt években felelőtlenül kezelte hazánk biztonságpolitikai kérdéseit, beleértve az Ukrajnához fűződő viszonyát. Hangsúlyozta, semmilyen katonai beavatkozás nem történhet Magyarország részéről. Egy felelős kormánynak mindent meg kell tennie azért, hogy egy szomszédos ország függetlenségét megőrizhesse. Azon túl, hogy dolgozni kell a háború elkerülése érdekében, egy új kormány feladata lesz a 12 év Fidesz kormányzás idején elvesztett társadalmi béke visszaállítása is. Ezt emelte ki a fórum vendége is. Személyeskedni nem szabad. Nem személyeskedünk. Mi a választókért vagyunk, és a választók érdekét kell képviselnünk. A választónak az az érdeke, hogy lehetőség szerint minél konfliktusabb nélküli, nyugodt, békés életet éljen, egzisztenciálisan, családilag biztos lábakon álljon, akkor ezt kell megteremteni. És hogyha az ellenzék győzni fog, akkor ezt fogja biztosítani a választóknak.
Úgy vélte, az egységben fellépő ellenzék jó eséllyel indulhat a kormányváltás érdekében, ezt az előválasztás tapasztalatai is megmutatták. Az igazságügyi szakmai kabinet vezetőjeként hangsúlyozta, a kormányváltás esetén az egyik legfontosabb feladatuk a demokratikus intézményrendszer és a jogállamiság helyreállítása lesz. Csatlakozni szeretnének az európai ügyészséghez, valóban ellenőrizhetővé és elszámoltathatóvá kell tenni az uniós pénzek felhasználását. Rendkívül fontos, tette hozzá, hogy semmilyen körülmények között se legyen az igazságszolgáltatás diszkriminatív. Az eddigi tapasztalatom az, ahogy járom a településeket, az emberekkel is beszélek, a fórumokon is részt vesznek, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Egy normális országban, ahol tényleg a demokrácia demokrácia, ott én nagyon furcsa dolognak tartom, hogy az emberek egy része fél elmondani, hogy mit gondol, miről, kiről, és fél adott esetben cselekedni is. Ez nagyon-nagyon rossz emlékeket hoz fel az emberben. Nekem minden településen egy a célom, hogy az adott település vezetőjével jó kapcsolatot kialakítani, és mindenütt azt nézni, hogy ha tételezzük föl, én leszek az országgyűlési képviselő, akkor miben tudok megoldást keresni. A társadalmi béke megteremtésének szükségessége mellett az ellenzéki jelölt hangsúlyozta, hogy megválasztása esetén további jársági fejlesztések megvalósítása érdekében szeretne dolgozni. Jászfényszaru sem maradt ki a kormánypárti, azóta újra választott Pócs János választási kampány rendezvényeinek sorából. A március 8-án tartott esemény vendégei Bohár Dániel és Szentesi Zöldi László újságírók voltak. A ciklus utolsó parlamenti napján szavazták meg Novák Katalint, hazánk új köztársasági elnökét, majd egész napos parlamenti vita következett, főként az orosz-ukrán háborúról. Ennek résztvevője volt a jársági kormánypárti képviselő is, aki így saját fórumára is alig ért oda. Érkezéséig vendégei Bohár Dániel és Szentesi Zöldi László újságírók az elmúlt hónapok politikai fordulatait és a választási kampányt értékelték. Konklúzióként hallhattuk, hogy a jobboldali tolnokok szeretnék, ha végre a józan ész és a nemzet érdeke lenne fontos a baloldalnak is, a külföldi politikai igények kiszolgálásával szemben. A fórum folytatásában a képviselőjelölt is megérkezett, és a járságiparának egyik égköveként emelte ki Jászfényszarút, mely 2010 óta 37 milliárd forint fejlesztési támogatást kapott, infrastruktúra fejlesztése és az ide telepített vállalkozások támogatására, ami kiemelkedő iparűzési adó bevételt és stabilitást jelent a városkának, illetve a térségnek. Mindehhez kellett a kormány szándéka, a munkahelyteremtő programok, az adócsökkentő politika és a felelős ígéretek, melyek a fejlesztésekről szóltak. Így valósult meg az elmúlt ciklusokban kiemelkedő beruházásként a Jászfényszarui körforgó, vagy a 32-es út felújítása, amelynek tervezett négy sávosítása újabb lendületet adhat a járság gazdaságának. Akkor kell váltani, hogyha van legalább ugyanolyan, de ha nem váltunk, akkor inkább jobb. És látunk-e ilyen alternatívát? A miniszterelnök személyében látunk-e alternatívát? Saját magamról nem szeretnék beszélni, hiszen remélem, hogy az eredmények mellettünk szólnak. Az elmúlt években 140 milliárd forint fejlesztést hoztunk a járságnak. A politikus szerint több szempontból is nagy a tét, ami április 3-án dől el, hogy az ország előre indul, vagy hátra. Befejezéséhez közeledik Jászfényszarún az a szemléletformáló program, amely a város lakói számára tárta fel az éghajlatváltozás mindennapos életünkre gyakorolt hatásait. A közel két éves projekt tapasztalatait március 8-án egy minikonferencián foglalták össze a helybéliek. Közel két év alatt számos közösségi programot, ismeretterjesztő eseményt, élménynyújtó rendezvényt szerveztek a helyi klímastratégiai program célkitűzéseinek megfelelően Jászfényszarún. A legfontosabb cél volt bemutatni a városban élőknek, hogy akár egyénileg is sokat tehetnek az éghajlatváltozás negatív hatásainak megelőzése, környezetünk védelme érdekében. Ki fog kerülni ugyanúgy a lakossághoz, mint... Március 8-án a Városházán tartott minikonferencián ezeket a tapasztalatokat a helyi klímastratégiai program kidolgozása kapcsán szerzett ismereteket foglalták össze. Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarún című projekt keretén belül, amelyet 2019-ben pályázott meg az önkormányzat és nyert meg, és most közel tartunk a projekt végéhez, a lezáráshoz. A város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a program lezárása nem jelenti, hogy többé már nem kellene foglalkozni a környezetvédelemmel, a város lakóinak tájékoztatásával. Sokat kell tenni azért, hogy a környezet tudatossága mindennapok részévé váljon. Egy 20 milliós projektről van szó, aminek
két fő eleme van. Az egyik az, ami helyben zajlik, ez a szemléletformálás, és a másik az, amit a képviselős testület elfogadott, az tulajdonképpen maga a klímastratégia, amit a Klímabarát Települések Szövetsége készített. A program szemléletformáló eseményei a helyszíneken közvetlenül több száz embert értek el, míg az azokról készített beszámolók és tájékoztatók ezrekhez jutottak el, számolt be róla a Városi Projektiroda munkatársa. Én azt gondolom, hogy a jövőjét cselekszünk, mindnyájan, akik ebben részt veszünk. A Klímabarát Települések Szövetségével közösen kidolgozott jászfényszorói program szorosan kapcsolódik a kormány által meghirdetett, korábban megyei szinten létrehozott klímastratégiai tervhez, amelyről a szövetség szakértője tartott tájékoztatót. Ezt a pályázatot megelőzően, mert a megyei klímastratégiák létrejöttek, így Jász Nagykunszolnok megyének a klímastratégiája is, és most ez alatt ebben a pályázati lépcsőben a települési klímastratégiákat létrehozni. Ezáltal, hogy van egy egységes módszertan, itt szakmailag egységesen lehet garantálni a települési klímastratégiákat, és nyilván itt feltétel volt, hogy a megyei klímastratégia céljai az intézkedéseihez a településinek mindenképpen igazodni kell. Ennek alapján dolgozták ki a fényszorúiak a városi sajátosságokat figyelembe véve saját elképzeléseiket. A jászfényszorú az azért egy elég speciális település szerintem. Egyrészt a közlekedés földrajzi helyzete az nagyon-nagyon kedvező. Nyilván ennek a hátránya, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátása az országos szinthez képest magasabb. Másrészt pedig azért itt egy nagyon komoly ipari park, és ezen belül egy ipari tevékenység működik, ami ugye gazdasági szempontból nézem, akkor ez egy tényleg csodálatra méltó teljesítmény, de nyilván ennek is vannak üvegházhatású kibocsátású következményei. Ennek ellensúlyozására a stratégia részeként intézkedési tervet fogadott el a település, illetve a környezeti szemléletformálás területén számos jó gyakorlatot valósított meg. Több éves hagyománya van például a városi fásítási faosztási programnak, ugyanakkor a fenntartható közlekedés támogatásaként fejlesztették a helyi kerékpárút hálózatot is. A klímatudatosság és a fenntarthatóság egyik legfontosabb eleme pedig épp az, hogy hosszú távra tervezve valósítják meg klímavédelmi elképzeléseiket. Március 11-én délelőtt megtartották Jászfényszorú Városközpont közösségi fejlesztésének 2022-es projektindító rendezvényét. Illés Péter projektmenedzser bemutatta, hogy 2010 óta milyen fejlesztések valósultak meg a városban, és ismertette az idénre tervezett Szent Család tér közösségi fejlesztését és a Bringa Park építését. Március 11-én délelőtt tartották Jászfényszarun a Városközpont közösségi fejlesztésének idei projektnyitó rendezvényét, amelyet Győr János Bertalan alpolgármester nosztalgikus gondolataival nyitott meg. A második világháborús emlékműtől egy picit még keletebbre, körülbelül ott volt az iskolának, a valamikori lányiskolának hívták ezt az iskolát, a bejárata, és amikor mentünk haza az iskolából, akkor nagy előszeretettel, vagy nátszállal, vagy egy veszővel piszkáltuk a békákot abba a lefolyó árokba, ahol gyakorlatilag a csapadékvíz és az artézi kutaknak a vize ugye állandóan folyt. Hozzátette, azokhoz az időkhöz látványos mennyit változott a város. Ezt alátámasztva prezentációval ismertette Illés Péter projektmenedzser a 2010 óta megvalósult közösségi fejlesztéseket. Köztük a funkcióbővítő projektet, Szent Erzsébet közösségi házat, a nevelési, oktatási gyermekcentrumot, fényvendégházat, mazácsházat. Majd bemutatta a 2022-re tervezett közösségi fejlesztéseket. Lesz egy elektromos autó töltőállomás, ez két autó töltésére lesz alkalmas. Az értéktárnak héjazat, meg homlokzat felújítása valósul, meg ablakokat cseréljük ki, és tehát a napelemeket helyezünk el, fűtésporszerűsítést is megvalósítunk. Reméljük, hogy funkciójában egy korszerű modern épületben láthatják el ott a feladatot. A Szent Család tér fejlesztése mellett Bringa Park építését tervezik 2022-ben Jászfényszarón. Biztonságos sporttér alakul ki, illetve bízunk benne, hogy megnyitja a vásárteret
abba az irányba, hogy további fejlesztésekkel ott egy igazi élettel megtölthető sportolásra alkalmas, kikapcsolódásra alkalmas területet hozunk létre. A prezentáció után Tóth Tibor szólalt fel a közönség soraiból, és múlt nélkül nincs jövő jeligével mondott pár szót a város 157 évvel ezelőtti életéről. Az alpolgármester megköszönte a FÉBE elnökének sorait, és annyit tett hozzá, reméli 100 év múlva ugyanígy lesz valaki, aki ismerteti az akkori lakosokkal Jászfényszaru mostani életét. Az Ukrajnában dúló háború miatt ezrek kényszerültek otthonaik elhagyására. A bajba jutottaknak, a menekülőknek folyamatosan gyűjtik az adományokat a jászságban. A hetekben többször beszámoltunk arról, hogy milyen nagy az összefogás a jászságban, az Ukrajnában bajba jutottak, illetve az onnan menekültek segítségnyújtásában. A mai napig folyamatos az adománygyűjtés, köztük például a nehéz helyzetben került menekültek megsegítésére létrehozott Jászárokszállási Önkormányzati Bankszámlán. Rövid időn belül közel 700 ezer forint gyűlt össze. Jászberényből március 16-án hajnalban a testvérvárosba, Técsőre indultak az adományokkal telerakott autók. Közel 100 doboz felajánlást szárítottak. Több száz liternyi fertőtlenítőt, egészségügyi eszközöket, tartós élelmiszereket, valamint plédeket. A napokban a jászfényszarui iskolások, a helybéliek, a városi cégek, az önkormányzat és a GAMESZ segítségével összegyűjtött adományok is eljutottak Jászfényszaru testvérvárosába, Gátra. A két busz megtelt tisztálkodási szerekkel és élelmiszerekkel. Összesen körülbelül 1,5 millió forint értékben segítettek a bajba jutottakon. Elkészült Jászfényszaru klímastratégiai programja, és ezekben a hetekben lezárul a település lakóinak klímatudatosságát erősítő, közel 2 éves tájékoztató programsorozat is. Ennek egyik utolsó eleme volt, hogy a helyi diákok vettek részt egy kiránduláson a Dula Múzeumban. Az összegzést követően a polgármesteri hivatal projektirodájának munkatársa kifejtette, hogy a pályázat ugyan lassan lezárul, de az éghajlatváltozás káros hatásainak ellensúlyozása folyamatosan feladatot ad majd a település lakóinak. Egy jutalom kiránduláson vehettek részt a klímastratégiai tájékoztató program részeként megszervezett alkotói pályázaton, illetve tanulmányi versenyen eredményesen szereplő jászfényszarói diákok az elmúlt hétvégén. Az Esztergomi Duna Múzeumban gyűjthettek tapasztalatokat a fiatalok, majd a búvánatvölgy vízgazdálkodásával ismerkedtek. És ott a fenntartható vízkezelést figyeltük egy 60 éves egyesületnek a bemutatásában. A projekt részeként még egy újabb rajzversenyt szerveznek, de ezt már a Jászapáti gimnázium diákjainak bevonásával. Ezzel a tájékoztató szemléletformáló program hivatalos szakasza is lezárul azt követően, hogy néhány hete egy mikrokonferencián összefoglalták a Klímabarát Települések Szövetségével közösen végigvitt projekt a klímastratégia kidolgozásának tapasztalatait. Ez a klímastratégia, ez most arra próbál tevékenységeket megfogalmazni, hogy tudunk egy hosszabb távú munkát végezni azért, hogy kevesebb legyen a széndioxid kibocsátás. A felmérések szerint Jászfényszaru teljes villamos energiafogyasztásából a lakosság és az ipar szereplői körülbelül fele-fele arányban veszik ki részüket. Ebben az arányban járulnak hozzá a település széndioxid kibocsátásához. A kibocsátás csökkentése érdekében az önkormányzat szeretné tovább folytatni intézményeiben a korábban megkezdett energiahatékonysági fejlesztéseket, napelemes beruházásokat. A fiatalok bevonásával elindított szemléletformálás pedig folytatódik. Véget nem érő feladat, mert ők fognak vigyázni a környezetre és az élőhelyekre, a vízre, a talajra és az egész környezetünkre, mert mi már amit most lehet környezettudatos megoldásokkal megteszünk, de az, hogy ez fönnmaradjon, ez már a jövő generációnak a feladata lesz. A helyi és megyei stratégiai programok kidolgozását követően régiós szintre emelhető a klímatudatosságot erősítő feladatok összegzése. A város várhatóan részt vesz majd a programok összehangolásában.
A tavaszi emlékhadjárat hagyományőrzői idén is végigjárják az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc dicsőséges hadjáratának fontos helyszíneit. Az emlékhadjárat résztvevőinek túrája április 1-én péntek délután Jászfényszarúra érkezett. A hagyományőrző katonai alakulatok közreműködésével tartottak díszszemlét és fegyverbemutatót a város központjában. Ahogy hosszú évek óta minden alkalommal, idén is ellátogattak Jászfényszarúra a tavaszi emlékhadjárat résztvevői. 1993. április 2-án Jászfényszarút várossá avatták ismét. Ehhez az ünnephez kapcsolódik ez a díszszemle is számunkra, hiszen a dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére rendezett idei 33. tavaszi emlékhadjárat szervesen kapcsolódik számunkra ehhez az ünnephez. A művelődési ház igazgatója Bordásné Kovács Katalin köszöntötte a rendezvény résztvevőit. A fiatal hagyományőrző Závorszky Dániel helyezte el 4. Béla szobránál az emlékezés koszorúját, majd a város önkormányzata nevében Győri János Bertalan alpolgármester üdvözölte a résztvevőket. Az alpolgármester díszemléjét követően Fülöp Tibor Zoltán az emlékhadjárat főszervezője idézte fel a rendezvény megalapítását, majd több mint 3 évtizedes történetének fontosabb mérföldköveit. Lovas túraként indult Jászberényből, és 5 állomás után érkeztünk meg Vácra. Közben csatlakoztak települések, akik úgy gondolták, hogy ezt valamilyen módon föl kell vállalni, hogy helyi rendezvénye legyen egy-egy településnek, és ahogy mi második, harmadik alkalommal is megcsináltuk ezt a lovastúrát, létrejöttek ezen az útvonalon hagyományőrző egyesületek. Sok hagyományőrző szervezet mellett ebben az időben hozták létre a Szűcs Mihály Huszárbandériumot is Jászfényszarún. A márciusban indult programsorozat egészen május végéig tart, az idei rendezvény szerényebb külsőségek mellett is kevesebb részvevővel zajlik, mint a megelőző években. A szervező szerint ez egyaránt köszönhető az elmúlt 2 járvánnyal terhelt évnek és a szomszédban dúló háborúnak. Minden olyan gondolat, minden olyan törvény, minden olyan elemi reflex, minden olyan érzés, minden olyan indulat, ami az emberekben ma hiányzik, az bennetek ott van, ott kell, hogy legyen annak kapcsán, amit végeztek munkaként. Magyar Gábor orvos ünnepi beszédében a hagyományőrzés szerepéről, nemzetmegtartó erejéről szólt. A mi dolgunk ennyi, folyamatosan emlékezni, folyamatosan hitet tenni, a lelkünkben a törvény működtetni, és mutatni, hogy mindenki, aki szeretne valami igaz forrásból, igaz kútból meríteni, annak legyen módja rá, hogy ne vesszen el mindaz, ami sok időn keresztül, 1000 éveken keresztül tartott meg embert és hazát. Ágyúszó jelezte a tápjóbicskei hagyományőrző tüzérek fegyverbemutatójának kezdetét. Majd a Jászdózsai Honvéd alakulat tagjai is bemutatták felszerelésüket, korabeli fegyvereiket az óvodásoknak, de nem maradhatott ki a szemléből a hagyományőrző huszárok díszes egyenruhájának és lovainak megtekintése sem. A tavaszi hadjárat emlékseregét jövőre is visszavárják a jászfényszarújak. Magazin műsorunk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nemzeti ünnepünk tiszteletére a Petőfi szobornál szerveztek ünnepséget Jászfényszarún március 15-én. Befejezéséhez közeledik az a szemléletformáló program, amely a klímaváltozás életünkre gyakorolt hatásait tárta fel Jászfényszarún. Bemutatták a Városközpont közösségi fejlesztésének 2022-es terveit. Köszönöm figyelmüket, a Jászfényszarúi hírmagazin áprilisi adását látták. Műsorunkkal 1 hónap múlva jelentkezünk ismét. Összeállításunkat és korábbi adásainkat egyaránt megtekinthetik az interneten, a jttv.hu oldalon, valamint Facebook és YouTube csatornáinkon. Viszontlátásra!